Hogy tetszett Hitchcock úrnak a film? Nagyon nagyra értékeltem a filmszerűségét, vagyis nem tagadták meg magukat, és alkotás lett belőlem, nem dokumentum tár, úgyhogy ebben a műfajban igazán le a kalappal előtte. És nem idegesítette önt a sok idétlenkedés benne? Sőt, pont azt tetszett a legjobban. Nem láttam egész végig, úgyhogy nem tudok teljes képet alkotni róla, de nagy részét láttam, és de hiányérzetem van, mert akkor tudnék igazán mértékadó véleményt mondani, hogyha az egészet láttam volna. Úgyhogy remélem meg legközelebb meg tudom nézni. És Biszkú Béláról mi a véleménye? Nagyon meggyőzően hitvány. Tehát még olyan embereket is el tudok képzelni, akiket leszed a lábáról a keresetlen cinikus hazudozásával és magamentésével. És ön a Európa Parlamentben, mint kommunizmus elleni harcos, mit tesz azért, hogy legyen felelősség? Hát elmondtam a filmvetítést követő kerekasztal beszélgetésben, csak azt tudom megismételni, hogy immár több éve folytatunk egy arra irányuló tevékenységet, hogy végre a kettős mérce alkalmazása megszűnjön, és a totalitárius diktatúrák bűnöseit azonos mércével és tetteiket azonos mércével mérjék. Folytatjuk az úgynevezett prágai nyilatkozat mentén, de mondjuk nekünk nem kellett Prágába mennünk kölcsön, hiszen itt Erdélyben kezdettől fogva 90 óta ebben ügyködünk, a kommunizmussal való szembenézés kérdése mindvégig életben tartottuk ezt a törekvést, és megvívtuk az egyházi vonalon, megvívtuk a harcainkat, ugyanis püspöki minőségemben az ökumenikus világban azt hiszem, hogy azért is nem szerettek meg különösképpen engem, mert mindvégig a kommunizmus és a kisebbségi ügyek kérdését feszegettük. Most tegyük zárójelbe a kisebbségügyet, végig a kommunizmus napirendjén szerepelt az Egyházak Világtanácsa, a Református Világszövetség, az Európai Egyházak Konferenciája napirendjének, ugyanis ott is még nagyon erős a moszkovita szár. Még azt mondhatjuk, hogy tehát a visszarendeződés ott is végbe ment 90 után, mint egy leképződéseként a kommunista visszarendeződésnek, és még 2000-ig példának okáért a Református Világszövetségnek egy volt békepap állott az élén, Milan Opocsenszki titkosszolgálati ügynökként működött csehországi papiember, volt csehszlovákiai papiember, 2000-ig korszakos szerepe volt az egyházak félrevezetésében, és a tovább folytató, a visszarendeződésben. Tehát az volt, azt tényleg ott egyedi módon harcoltunk néhány barátommal a ökumenikus világban, és aztán jött az európai korszak, itt már az egyháziba annyira nem tudtam beleszólni, hanem most már ez egy új fejezet, itt a legmagasabb szinten próbáljuk dűlőre vinni ezt a kérdést. Utolsó kérdés, ha találkozna Biszkú Bélával, mit mondana neki? Hát azt hiszem kedélyesen üdvözölném, aztán a folytatást nem tudom. Köszönöm szépen.